képtáblán Liszt Ferenc hatalmas kő szobrát láthatjuk. Izinger Katalin művészettörténész mutatta be a diplomata vendégeknek Aba Novák Vilmos Magyar-Francia Történelmi Kapcsolatok című pannóját, melyet a művész az 1937-es párizsi világkiállításra készített. A temperával festett mű a magyar történelem francia vonatkozásait, kulturális kapcsolódásait mutatja be. A francia-magyar kapcsolatok tekintetében ez a pannó egy egészen kivételes példája a francia-magyar közös történelemnek, és ezáltal Európa közös történelmének is. Képzelhetik, hogy Magyarországon francia nagykövetként ez a pannó, ez a terem, ez egy fantasztikus szimbólum az országaink kapcsolatának. A látogatáson részt vett Székesfehérvár díszpolgára, Gróf Károlyi György és felesége is. A franciaországi nagykövet úgy fogalmazott, a két ország közti kapcsolatok sikeréhez és jó működéséhez minden adottság megvan. Hozzátette, a most újra választott magyar miniszterelnök és a francia államelnök eredményes párbeszédeket folytatnak a siker érdekében. Nagyon sok anyag van, amely a két ország között gyümölcsöztethető, tehát én nagyon bízok benne, hogy ez a most induló időszak a francia-magyar kapcsolatoknak az újraélesztését, a fejlesztését fogja látni. A nagyköveteket Cserpalkovics András fogadta a képtárban. Mint Székesfehérvár polgármestere mondta, a találkozó jó lehetőséget ad arra, hogy terítékre kerüljenek a két ország közötti együttműködési lehetőségek. Francia elnökség van most jelenleg az Európai Unióban, fontos megismerni ennek a célkitűzéseit, valamint ugye gyönyörű kiállítás volt itt a Csók István képtárban, de az véget ért, és most újra látható az a pannó, amin Aba Novák Vilmos megfestette a francia és magyar történelmi kapcsolatokat, és arra hívtuk meg nagykövet asszonyt, hogy ezt most neki megmutassuk. A programon a Vasvári Pál Gimnázium francia szakos diákjai és nyelvtanárai is részt vettek.